rendőrök kutatták át Maximilian Krág német EP képviselőirodáit Brüsszelben. A szélső jobboldali EP képviselő kínai asszisztensét a közelmúltban letartóztatták, mert azzal gyanúsítják, hogy Kínának kémkedett. Az Euronews brüsszeli tudósítója azt mondja, a folyosó végén zajlik az említett irodák átkutatása. Beszéltünk európai parlamenti forrásokkal, azt mondták nekünk, hogy nem nyilatkozhatnak erről a folyamatban lévő nyomozásról, de teljes mértékben együttműködnek az igazságszolgáltatási rendszerrel, ezért engedélyezték a rendőrségnek az irodákba való bejutást, mondja tudósítónk. Maximilian Krá a jobboldali populista AfD európai parlamenti lista vezetője. 2019 óta ül az Identitás és Demokrácia EP frakcióban. A nyomozók feltételezése szerint asszisztense a Kínának az EU kritikus infrastruktúráira gyakorolt befolyásáról szóló állásfoglalás tárgyalási folyamatát vizsgálta. A januári állásfoglalásban az EP figyelmeztetett a Kínától való technológiai függés miatti biztonsági kockázatokra. Krá néhány napja közölte, nincs köze a kínai kémbotrányhoz, úgyhogy marad az AfD csúcsjelöltje az EP választásokon.